választás. Minél hamarabb minden nap tétlenkedés 12 milliárd forintunkba kerül. Továbbá, hogy ez a helyzet soha többé ne fordulhasson elő. Korlátozott, osztott és ellenőrzött hatalomgyakorlást követelünk. Ember kezébe teljhatalom, sem 4 évre, sem életfordinglan soha többé ne kerüljön. Kettes. Követelünk világos választási programokat az ígéretnek betartását. Nem kérünk több milliárdos hetz kampányokat. Felnőttek vagyunk, felelünk szavainkért és tetteinkért. Vezetőinktől is ezt várjuk. Hát kérjük is számon rajtuk. Elég a megfélemlítésből. Legyen alapjogunk az alkotmány ellenesen működő hatalomnak való ellenállás joga. 3. Létünk alapvető szükségletei ne legyenek idegen marcaló cégek, extra profit termő, aranytojás tojó tyúkjai. Nagyon erősnek hiszik magukat, elhisszük, mert nagyon sok pénzük van. Nekünk viszont van egy hazánk, kérjük vissza! Követeljük! 4. Az nagyon támogatott külföldi áruk és az nagyon dédelgetett multink szemünk láttára folytják meg az országot. Elég volt! Elég volt! Elég volt! Ezért követeljük, hogy mindenkit egy és ugyanazon szabadság, jog és kötelezettség illessen meg. Követeljük! Visszautasítunk 5-ször mindenféle alvilági etnikai jellegű vádaskodást nálunk itthon, a Kárpát-medencében hagyomány, hogy minden nemzeti vallási csoport egyenrangú mindaddig, amíg a többiek egyenrangúságát elismeri. Követeljük, hogy ezen elv ránk magyarokra is vonatkozzon. Követeljük! 6. Az önkormányzatok, érdekképviseletek, a civil szféra, ne függjön a mindenkori kormányzat.